Alpolgármester úr, a TTC pályán igen nagy munkálatok folynak. Mik ezek? Az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet, szokták mondani, és most is így van ez. Lévén, hogy a füves pályánkat, a régi füves pályánkra lesz egy új nagy műfüves pálya lesz telepítve. És hát ennek a focisták nagyon örülnek, mert rossz időben is tudnak majd edzeni egész éven át. Ugye idén már építettünk önkormányzati forrásból egy kisebb műfüves pályát, ez viszont egy elnyert pályázat keretében építjük önkormányzati önrésszel. Ez hála Istennek azért kiméri a mi költségvetésünket is, és 30 éves elmaradt ígéreteket pótolunk be. A kiszolgáló épület is megújul. Erről mit kell tudni? Igen, az is egy pályázat keretében újul meg, az önkormányzat itt is önrészt biztosított, és lévén, hogy olyan technikai, műszaki változtatások lesznek az épületen, ezért a fűtéskorszerűsítést is megoldjuk, és energetikai korszerűsítés is lesz az épületen belül, azon kívül, hogy megújul a vizes blokk, és tulajdonképpen az egész belseje megújul az épületnek. Én azt hiszem, hogy a törökbánti futballisták erre nagyon régóta várnak, és nagyon fognak neki örülni. Tehát ezen kívül, a sporton kívül rengeteg más épület esik át felújításon Törökbánton az idejében. Elnyertünk egy másik pályázatot. Erről is történt már természetesen kommunikáció ezeknek az épületeknek, óvodáknak, rendőrség épületének, ugye az egészségügyet sem elhanyagolva, a felnőtt orvosi rendelőnek is az épülete meg fog újulni, és be lesz szigetelve, új nyilászárót kap, több épület napeleme lesz felszerelve, úgyhogy ezek is haladnak szépen, de hát a sportra is figyelünk, és nem felejtjük el egyébként azt az ígéretünket, amit tettünk, szóba már a futballisták, és nem csak a futballisták, hanem a sportolók felé is. Mivel, hogy megszűnik a füves pálya, mi szeretnénk még egyszer pályázni, remélhetőleg ez, én megelőgezem magunknak a bizalmat, hogy ez jövőre sikerrel meg fog történni, szeretnénk egy füves pályát építeni az új iskola mellé, és úgy szeretnénk ezt megépíteni, hogy a füves pálya köré futópályát szeretnénk építeni. Ez azért is fontos, mert nem csak futballistáink vannak, hanem vannak nagyon jó kosarasaink, vannak nagyon jó vívóink, úszóink, akiknek szükség van szárazföldi edzésre is. Természetesen a lakosságot is szeretnénk kiszolgálni, végre egy korrekt futópályával, és ugye az atlétikában szereplők, az itt levő diákok kezdenek egyre sikeresebbek lenni, országos bajnokságok nyernek, és nemzetközi szinten is egyre eredményesebbek. Lehetne az atlétikát is egy kicsit jobban integrálni, és biztosítani a sportoknak a lehetőséget ott kint, úgyhogy jövőre az a cél van előttünk. Itt a természeti adottságok megvannak ahhoz, hogy a hegyoldalba egy gyönyörű lelátó épülhessen. Erről volt szó, lesz szó, készül valami? A pályázat keretében lehetett kérni lelátókat. Az a régi lelátók helyén lesz, ez egy könnyű szerkezetes lelátó lesz, a régi lelátók helyére lesz telepítve. Nem szeretnénk, és ezt hangsúlyozom, nem szeretnénk stadiont, eleve ezt a gyönyörű környezetet nem szeretnénk elrondítani, inkább azt szeretnénk, hogy egy természetközeli sportolási lehetőséget és edzési lehetőséget biztosítsunk a sportoknak. Tulajdonképpen ez a hely, ez a gyönyörű hely, itt a régi TTC sportpálya egy edzőközponttá alakulna át. Ennek egyébként talán az itt lakók is örülnek, akik elszenvedték hosszú évek alatt a hétvégente a kocsisorokat, a tumultust, és ugye a hétvégi meccseken az ide látogató szurkolóknak ugye a zsivaját, és talán ez őket is pozitívan érint, hogy itt leginkább a jövőben, a középtávú jövőben edzéseket szeretnénk látni, és ez egy edzőközpont lenne Törökbálinton. Milyen anyagi forrásból valósul meg ez az építkezés? TAO forrásból, amint említettem, ugye pályázott az önkormányzat, 70% TAO forrás, 30% önkormányzati önrész, de az önkormányzati önrész is tudtuk csökkenteni a szabályoknak megfelelően. Mikor lesz átadva a sportcentrum? Remélhetőleg 5-6 héten belül befejezi a kivitelező a munkálatokat. Egyébként új világítást is kap természetesen a pályát, tehát sok minden beletartozik ebbe. Új labdafogóháló lesz, új kispadok lesznek, le lesz burkolva a pálya mellett körülbelül 450 négyzetméternyi most salakos rész, ami egy korrekt európai szintű burkolatot fog kapni. Ezzel is egyébként védjük majd a pálya felületét.
Köszönöm szépen, nyomon fogjuk követni az építkezést. Én is köszönöm szépen.